Ez a Mercedes, a Daimler, a magyar gazdaság egy nagyon fontos szereplője. A magyar autóipar egyik meghatározó szereplője, amelynek a Magyarország melletti elkötelezettsége vitán és kérdésen felüláll. A Mercedes globális hálózatának egyik nagyon fontos eleme kecskemét az ott gyártott autók típusait és a gyártott darabszámot tekintve mindenképpen több ezer ember foglalkoztatnak Kecskeméten. Komoly beszállítóipar települt a gyár köré. Ugye, arról döntöttek, hogy a második gyárukat is megépítik Kecskeméten. És ennek a második gyárnak az építése továbbra is napirenden van. Az, hogy egy nagy vállalat életében történnek átütemezések, azt megtekintsük természetesnek. Hát a világgazdaság az nem egy steril közeg, az nem egy laboratórium. Az folyamatosan változik, és most nagyon gyorsan változik. A világgazdaságban gyors, mélyreható, alapvető változások zajlanak. Ha az ember csak egy kicsit figyeli a híreket, akkor látja, hogy milyen mértékben alakulnak át a világpolitikai és világgazdasági viszonyok. Ez nyilvánvalóan hatással van a piaci-gazdasági szereplőkre, akik időről időre újra tervezik a beruházásaiknak a menetét. Tehát nem a beruházást vizsgálták felül, hanem a beruházás menetrendjét alakították át. Örüljünk annak, hogy a Mercedes Daimler továbbra is elkötelezett Kecskemét mellett, továbbra is elkötelezett a Kecskeméti gyárépítés mellett, és természetesen a mi részünkről a szükséges intézkedéseket meghozzuk annak érdekében, hogy a korábban megállapodott menetrendhez képest egy módosított menetrend szerint tudja végrehajtani a Daimler a Kecskeméti beruházását.